Az Ámost diószegi csata 410. évfordulójára emlékezett október 15-én a hajdúszoboszlói polgári olvasókör. Ez alkalomból Berek Lajos szobrászművész Bocskai István szobrok köztereinken és közgyűjteményekben címmel tartott előadást. Az idén februárban alakult hajdúszoboszlói polgári olvasókörnek a hagyományőrzés az egyik fontos vállalása, éppen ezért szerveztek előadást az Ámos diószegi csata 410. évfordulójára. Hajdúszoboszló történelméhez nagyon szorosan hozzátartozik Bocskai szabadságharcának a története, hiszen a hajduk végezték a főmunkát, ők voltak a Bocskai segítői, és ezen belül is a lovashajdók már a 1604. évi október 15-én lezajlott Ámos diószegi csatában ott voltak, és tudjuk, hogy Hajdúszoboszlóra a lovashajdókat telepítette Bocskai, tehát elképzelhető, hogy őseink is ott voltak ebben a csatában, és ennek ugye ma van a 410 éves évfordulója, ezért gondoltuk, hogy kötelességünk megemlékezni róla. Úgy emlékezünk Bocskaira ezen a napon, hogy felelevenítjük alakját, és hát bizonyos irodalmi emlékeket is megemlítünk erről a csatáról. Bocskai alakját és személyét nagyon sok intézmény, utcanév őrzi, és sok szobor is készült Bocskairól. Ugye a városunkban is van egy a főtéren, és van egy emléktábla a református templom falán. Az emléktábla készítőjét hívtuk meg, hogy beszéljen nekünk a bocskai ábrázolásról, bocskai szobrokról. Egyébként Berek Lajos a emléktábla készítője, és apai ágon törzsgyökeres szoboszlói. Berek Lajos amellett, hogy maga is megmintázta Bocskait, rengeteget tanulmányozta az összes róla készült szobrot, a Bocskai István szobrok köztereinken és közgyűjteményekben címmel tartott előadását nagyon sok kutató munka előzte meg. Én annak idején, mikor a Bocskai szabadságharc kitörésének 400. évfordulója volt, én akkor célul tűztem ki, hogy megmintázom és bronzba öntetem Bocskait, úgy, ahogy én képzeltem őt, és természetesen figyelembe véve a korábbi róla, vagy más művészek által készít szobrokat, képeket. És el is készült ez a szobor, és akkor érdekelt, hogy mások milyen szobrokat készítettek, és összegyűjtöttem a világ összes köztéren lévő szobrát, annak az alkotóit, felavatásának időpontját, róla képeket, és akkor legelőször 2004-ben tartottam Kolozsvárot, Bocskai szülőházába egy konferencián erről előadást, majd ezt követően ugyanazt itt Szoboszlón a történelem tanároknak, utána Budapesten is megtartottam, és akkor azt kerestem, hogy honnan erednek a Bocskairól alkotott képek. Ugyanis, ha megnézzük a szobrokat, gyönyörű szobrok, mindegyik Bocskai, de mindegyik más. Mindegyik más, a legelső a Holló Barnabásnak a szobra, és a Györfi Lajos barátomnak a csodálatos hajdúsági szobrai, mindegyik más. És mégis mindegyik Bocskai. És nekem is van két ilyen Bocskai szobrom, három is van, de a két Bocskai szobor az eltér egy kicsit egymástól. Az egyik kassán, ott már az 50, majdnem 50 éves halála előtti Bocskait próbáltam ábrázolni, hiszen a halála előtt, illetve az 50. születésnapja előtt 3 nappal halt meg kassán. A másik szobor az meg inkább a szabadságharc kitörésének a vezérét mutatja. Berek Lajos a világ összes bocskai szobrát ismeri, a művész ezek területi elhelyezkedését is tanulmányozta. Magyarországon Dunántúlon nincsen egyetlen egy bocskai szobor se, de Dunatisza közén is csak egyetlen egy van Pusztaszeren. És Délalföldön sincsen.
És ha megnézzük a bocskai szobrokat a Kárpát-medencébe, akkor a helyileg a térképen ábrázoljuk egy ilyen kiöblösödő, szárú és talpú elbetűt mutat, amelynek a legfelső pontja Kassa, Szerencs, Tiszalök, és akkor szélesen a Hajdúság, úgy le körülbelül Körös-Nagyharsány magasságaik, és akkor elfordul kelet irányba, egészen a bihari részek, egészen fel Szárazberekig, és el Maros-Sárpatak, Meggyes és Nyárád-Szereda. Tehát ez az elbetű, és ezen kívül van Budapesten három szobra, kettő a parlamentben, egy a parlamenten, egy belül a parlamentben, a kupolacsarnokban, akkor a Hősök terén a Bethlen Gábor mellett, és ezen kívül Genfbe és Sanghajba. Hát ezt is megtaláltam, Sanghajban is van egy bocskai szobor. Hősök terének a teljes mását valamikor 95 körül odavitték, de senki se tudja, hogy került oda. Amiket itt elmondott, az rengeteg kutatásról tesz tanúbizonyságot. Honnan ez a vonzalom bocskai iránt? Hát bocskai hajdúinak ivadéka vagyok én, és hiszen családomnak a egyik vonulata édesapám révén tőzsgyökeres szoboszlaiak. Édesapám Szoboszlón született, nagyapám, nagymamám, és egészen 1700-as évekig, sőt még régebbre vissza tudom vezetni az őseimet. De édesanyám sem messze, hiszen ő meg nádudvari lány volt. És igaz, hogy én nem éltem Szoboszlón, de szoboszlainak érzem magamat, és akkor is szoboszlainak éreztem magamat, amikor Böszörményben kisiskolásként naponta kétszer elmentem Hulló Barnabás csodálatos, egyik legszebb bocskai szobra előtt, amelyen két alak van, maga a bocskai és lent a hajdú, aki a zászlót lehelyezi tiszteletadásként, és mint az atyára néz a bocskaira. Na most én kis 1955-ben, 56-ban kis iskolásként ott mentem el az iskolából a napköziből az iskolába vissza, és én olyan csodálattal néztem, és én akkor igazából nem tudtam, hogy ki volt az a bocskai, csak tudtam, hogy ez nagy ember volt, csodálták, és hát utána katona lettem, 36 év és 69 napig katonatisztként szolgáltam egyetemi tanárként. A doktorimat, kandidátusimat hadművészettörténetből írtam, tehát kötődtem, tanítottam is a hadművészettörténetet, és engem különösen érdekelt talán ez a hogy nagyszüleimtől is mindig hallottam, hogy mi hajdú ivadékok vagyunk, hajdú leszármazottak vagyunk. Én azt hiszem, hogy ez is mutatja azt, hogy a bocskai szobrok ezen a területen vannak, ahol bocskai ténykedett, mert bocskait itt jobban tisztelik, jobban ismerik, és jobban megvan az embereknek az emlékezetében.